Vonzóbbá válhat a pedagógusi pálya, ha a következő években megvalósul a kormányzat béremelési terve. A hazai bruttó átlagkereset kétszeresét is meghaladhatja egy-egy pedagógus bére a következő években, ehhez azonban szükség lesz az uniós forrásokra. A pedagógus életpálya modell, amelyről a héten dönt az országgyűlés, a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával valósulhat meg. A cél az, hogy 2025-re a köznevelésben dolgozók átlagbére éri el a felsőfokú végzettségűek átlagbérének 80%-át, vagyis 2025-ben 800 ezer forint lenne a pedagógusok átlagbére. A témában pedig a vendégem Pásztor Szabolcs. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hallottuk, a cél az nemes, és nagyon jó, legalábbis kezdetnek ez a 800 ezer forint a pedagógus átlagbér. Ezt hogyan lehet kivitelezni ön szerint mondjuk uniós források nélkül? Most ugye ezt halljuk a kormánytól, hogy kell az uniós forrás ahhoz, hogy ezt a végcélt elérjék. Hát, hogyha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt tudom mondani, hogy nehezen, de hát természetesen nem rövid válaszokra van szükségünk. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy az Európai Unió majdnem minden országában krónikus tanárhiány van. Ez egy feszítő problémát jelent, és ezt érzékelve a magyar kormányzat is arra tett kísérletet, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus keretein belül egy olyan tervezetet dolgozott ki, amely ötvözne magyar kormányzati összegeket, illetve Európai Uniós összegeket. Ennek a kerete 780 milliárd forint, a magyar kormány hozzájárulása 122 milliárd forint, illetve hát ezt egészítené ki az Európai Uniós forrás 658 milliárd forinttal. Tehát történt egy magyar kormányzati elköteleződés, 2021 óta fut tulajdonképpen ez a program, és ebből hiányzik az Európai Uniós forrás, ezért döcögős a megvalósítás. Itt a számokat elmondta, és a belügyminisztérium reagált ezekre az adatokra, azt mondják, hogy kicsit megtévesztő lehet, mert az uniós forrás vagy az uniós hozzájárulás a belső megoszlást mutatja, az uniós forrás nemzeti önrészének feltüntetésével, ezzel szemben a bérfejlesztés tervezett összköltsége mintegy 5600 milliárd forint, aminek nagy része a kormányája, 5000 milliárdot. Tulajdonképpen nyilván a kormány vállalása az tetemes, illetve fontos az kiemelni, hogy milyen időhorizonttal valósulna meg ez a megvalósítás. Nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy nem pillanatfelvételről van szó, hanem egyfajta olyan jellegű kompenzáció történne, amely tartósan tudna segíteni például a pedagógusoknak, az oktatásban résztvevőknek, hiszen nem arra van szükség, hogy egyszeri fizetéskiegészítés történjen például, hanem vonzóbbá kell tenni a pályát, illetve azt a feszítő Európai Unióra is jellemző problémát fel lehetne számolni, amely pontosan abból adódik, hogy a pályán egyre kevesebb pedagógus mozog, jellemző az idősödés például, és hát így megkérdőjeleződik a fenntartható fejlődés, a versenyképesség, a felzárkózás egyébként nem csak például a V4-es országok esetében, hanem az Európai Uniós országok esetében is. Hol tartunk uniós szinten ebben az utánpótlás kérdésben? Ugye azt lehet mondani, hogy vannak feszítő esetek, Franciaország, illetve Németország is tanárhiánnyal küzd, Magyarországon is van tanárhiány, a V4-es országokban is van nagyon komoly és lényegi tanárhiány. Nagyon fontos és nagyon lényeges kérdés, hogy például 2009-2010-2020-21 között például Magyarországon a pedagógus bérek emelkedtek méghozzá 54%-kal. Volt olyan ország, ahol jobban emelkedtek, például Romániában, ezt azért nem rejthetjük véka alá, de voltak olyan országok is, ahol mindösszesen 5-6-7-8%-kal történt korrekció. Ilyen volt például Portugália, vagy például Spanyolország. Na most nyilván abban az esetben, hogyha szinte minimális korrekció van, nem történik előrelépés a hiány enyhítésében, sőt azt mondhatjuk, hogy a probléma újra terheli magát. Ott, ahol valahol legalább megpróbálják növelni ugye a rendelkezésre álló forrásokat, ez a faktor eltűnik a rendszerből. Van egyébként még számos olyan faktor, amely elnehezíti ezt a pályát, például adminisztrációs terhek, nagyobb osztálylétszámok. Magyarországon például az átlagos osztálylétszám az 10, míg például az Egyesült Királyságban ugyan már nem az Európai Unió tagja, de a duplája majdnem 20. Yeah.
Politikai nyilatkozatokat idéznék, de nem ilyen jellegű reakciót várnék. Amit lehet hallani, hogy a pályaelhagyók nem csak a pénz miatt hagyják el, erről ugye az imént beszélt ön is, a pedagógus pályát. Aztán például a miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a területfejlesztési miniszterhelyettes is azt mondta, hogy ha az uniótól nem érkezik pénz, akkor is az életpálya modellt tovább fejlesztik, megkapják a béreket a pedagógusok, vagy a bérnövekedés csak lassabb üt. Ugye adódik a kérdés, amikor halljuk a politikai megnyilvánulásokat, hogy mi a realitása. Az egyik oldal azt mondja, hogy semmit nem kapnak, vagy keveset kapnak, a másik oldal pedig azt mondja, hogy igen, csak lassabban. Át kell-e csoportosítani, ha igen, milyen módon, vagy egész egyszerűen az időbeli megoszlást fogják majd kitolni? Igazából amit láthatunk, az az, hogy 2023-ban egy 10%-os bérnövekedés következett be, hogyha az Európai Uniós pénzek ehhez kapcsolódnának, akkor 21%-os lenne ez a növekedés. 2024-ben 25%-kal tudnának emelkedni a bérek, illetve 2025-ben 29%-kal. Na most nyilván ezek az EU-s pénzek nem jöhetnek szóba, így azt mondhatjuk, hogy vontatottabb lesz a bérkorrekció. Na most az, hogy növekedjék a pedagógusok bére, az egy elemi és lényegi kérdés, hiszen Magyarországon is, illetve az Európai Uniós országokban, országok többségében a szakma sajnos alulbecsült, sokat dolgoznak a pedagógusok, tényleg nem feltétlenül övezi az ő munkájukat társadalmi, illetve anyagi megbecsülés, ezen értelemszerűen Magyarországon is, illetve máshol is enyhíteni kell. És a magyar kormányzat egyébként, tehát hogy megtalálta azokat a forrásokat, amelyek lehetőséget biztosítanak egyfajta korrekcióra. Nyilván a cél az lenne, hogy jobban emeljék a pedagógus béreket. Tehát időben hamarabb. Például időben hamarabb, ez mindenkinek az elemi érdeke, de a költségvetés ugye erre ad mozgásteret, erre ad lehetőséget. Ugye az mindig nehéz kérdés, a kabinet is azt a hangsúlyozza, és azon a véleményem van, hogy a pedagógusokat meg kell becsülni, ezt már 2010 óta például infrastruktúra fejlesztésben is megfogalmazták, illetve a béremelésekben is. Ugye a szakképzés és a köznevelésben dolgozók másképpen kapnak béremelést, illetve fizetéskorrekciót. Össze lehet majd úgy hozni, hogy a szereplők mindegyik elégedett legyen. Tehát a feltételekkel, a bérekkel, tehát a költségvetés. Nyilván most fognak majd szavazni a költségvetésről tervek szerint a héten, de hosszú távon a büdzsé megadja ezt a biztosítékot. Én azt gondolom, hogy ahhoz, ahogyan ön is említette, hosszú távú megoldás szülessen, biztos, hogy egy olyan jellegű korrekcióra lesz szükség, amely megtartja ennek a pályának a vonzó képességét, az oktatást egy olyan irányba tereli, hogy az továbbra is megágyazzon a versenyképesség növekedésének, és például az ország felzárkózásának, de nagyon-nagyon fontos itt hangsúlyoznom, hogy azok a problémák esetleg, amelyek az Európai Uniós országok többségében jelentkeznek, ugye mindenütt megoldásért kiáltanak, tehát a tanárhiányt, a pedagógus hiányt mindig és mindenhol enyhíteni szükséges, és minden egyes tagországban, tagállamban más és más program megoldás születik. Ugye ezekből esetleg meríteni is tudnak az egyes tagországok, az egyes tagállamok, de tulajdonképpen egy kvázi, azt mondhatom, hogy egy Európai Unió szintű rendszer jellegű problémáról van szó. Ugye várhatóan holnap dönt a parlament a pedagógus életpálya modell törvényről. Ez illeszkedik abban a törvényben foglaltak tervezet, illeszkedik abban a hosszú távú célkitűzésbe, amit a kabinet szeretne megvalósítani? Igen, tehát tulajdonképpen annak egyik lényeges és fontos eleme, és tényleg még egyszer mondom, hogy a kabinet az azonosítja azt, hogy az Európai Uniós vonatkozásban is, a kontextusban is ugye van egy fajta lemaradása, hiányossága a kormányzatoknak, és természetesen a pedagógusok életszínvonalát is emelni kell, a pályát vonzóbbá kell tenni, és ez egyfajta saját magyar út, vagy saját megoldás. És tulajdonképpen ugye az eredeti terv az volt, hogy a rendelkezés álló hazai forrásokat Európai Uniós források is kiegészítsék, és ugye egy közgazdász ugye az azt látja, hogy sajnos politikai viták, nézeteltérések miatt ugye elmaradnak bizonyos források, és mi közgazdászok azt szoktuk mondani, hogy hát sajnálatos az, hogyha politikai nézeteltérések miatt vannak ilyen esetek, hiszen ez például egy cselekvési programot lassít, annak a hatását mérsékli, vagy esetleg ki is veheti annak az élét teljes egészében. Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.